New Yorkban letartóztatások történtek az Izrael ellenes tüntetések után. A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy hivatalos bejelentés szerint New Yorkban 4 ember ellen helytelen viselkedés miatt indul eljárás. Az 5-kel szemben fiatalkorúként járnak el, míg a 6. letartóztatott elleni vádat nem közölték. Róla annyit tudni, hogy előállítását megelőzően kórházba vitték, ahol kisebb sérülések miatt kellett ellátni. Pénteken este a Grand Central vasútállomást Izrael ellenes, a zsidó állam felszámolását követelő tüntetők rohamozták meg. A felvételek szerint a gázai tűzszünetet követelő tüntetők a Hamas által foggyul ejtett úszok plakátjait megsemmisítették, valamint amerikai zászlót téptek szét, egy izraeli zászlót pedig felgyújtottak. Szombaton pedig Joe Biden Delaware-i otthona előtt gyülekezett tömeg palesztin zászlókkal és tűzszünetet, valamint önálló Palesztinát követelő táblákkal. A 24.hu arról számolt be, hogy Németországban is feszültséget szül az Izrael és a Hamas közötti háború. Berlinben több Izrael ellenes és antiszemita támadás is történt az elmúlt hetekben. És akkor mi is tüntetéssel folytatjuk azoknak a megbeszélésével itt a Szemtől Szemben rovatunkban. Ma reggel itt van Gerő Tamás ügyvéd, jó reggelt kívánok, és Tir Gábor, újságíró, a Moszkva tér portál alapító főszerkesztője, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. És én még egy harmadik tüntetést is idehoznék, ami viszont az antiszemitizmus ellen jegyében szerveződött, és Franciaország szerte megtartották több helyszínen, de a párizsi az egy nagyon-nagyon nagy tömeg volt, több mint 105 ezeren vonultak, több mint 3 órán keresztül. És nyilván a jelentőségét a tömegen túl az adta, hogy bár Macron nem tudott részt venni, levelet küldött ő is, viszont ott volt a francia miniszterelnök és 2 korábbi köztársasági elnök, a jobboldali Nicolas Sarkozy és a baloldali Francia Hollande is. Mindezt talán annak fényében érdekes kezelnünk ezt az információt, ugye, hogy Franciaországban él Európa legnagyobb zsidó közössége, és egyébként a legnagyobb számban élnek ott muszlimok is, mint egy 5-6 millióan, és az elmúlt egy hónapban 1247 antiszemita cselekményt regisztráltak, amiből egyébként azóta kiderült, hogy volt olyan, ami orosz motiváltságú is volt a francia hatóságok szerint. Mit számít most egy ekkora tüntetés a közhangulat szempontjából? Egy ilyen tüntetés az nagyon sokat számít belpolitikai szempontból, a kérdéshez való hozzáállás szempontjából is megmutatja azt, hogy Európa megosztott. Megosztott ebben a kérdésben, hozzáteszem is. Tehát, hogyha már Franciaországnál tartunk, itt nem csak ilyen tüntetések vannak, hanem másik oldali tüntetések is, és Emmanuel Macron is nagyon keményen bírálta Izraelt például a napokban, amiatt, hogy a civilek nagyon nagy arányban halnak, tehát aránytalan választ ad Izrael, és nagyon érdekes, hogy föl is hívta Macron az izraeli elnököt, és ott magyarázkodott, hogy kontextusba helyezte az egész kérdést, hogy ő nem úgy gondolta, és joga van Izraelnek az önvédelemre, de hát nagyon, ez azért is érdekes, mert én úgy látom, hogy az európai politikusok pont a megosztottság miatt, és Izrael belpolitika, különböző országok belpolitikájában játszott szerepe miatt is, nagyon-nagyon óvatosak és nagyon félnek attól, hogy mit mondanak. Én azt látom azért, hogy egyes fogalmakat azért tisztázni kell, mert figyelem azt, hogy a tüntetéseken például milyen transzparensek vannak, és például itt az ATV stúdiójában is pénteken elhangzott az, hogy talán a csatban, hogy Izrael apartheid rendszer, ami egyértelműen valótlan állítás, hiszen az Izraelben élő arabok, akik egyébként a népességnek a 20%-át adják, teljes jogú állampolgárok szavazhatnak, a arab pártok vannak a Knessetben, azt hiszem talán 4 párt, 3 szövetségben, az arab állampolgárok részt vesznek az izraeli igazságszolgáltatásban, tehát bírák is arab származásúak, vagy hogy mondjak például egy másik példát, a legnagyobb izraeli banknak a vezető is egy arab származású. Tehát abszolút jogilag és történelmileg is téves az az állítás, hogy Izraelben apartheid lenne. A térségben azt kell, hogy mondjam, hogy a leginkább a jog uralma érvényesül, és egy demokratikus jogállamnak számít, nyilván rendszerhibákkal együtt. Ugye, vegyünk egy konkrét példát, amiért ugye Izraelt sok támadás éri,
viszont ők ugye azzal védekeznek, hogy ők a Hamaszt szeretnék eltávolítani a gázai övezetből, és ennek most egy konkrét nagyon hát sok tragédiával járó példája az Al-Sifa kórháznak az esete, ami ugye Gázában a legnagyobb olyan kórház, ami például a koraszülött ellátással és az újszülöttek első napjaival, illetve a szülésekkel kapcsolatban ellátást biztosít, és jelenleg ott lehetett a személyzettől olyan híreket hallani, hogy az áramkimaradások és a generátorok leállnak, 39 gyerek már át kellett vinni a koraszülött osztályra vagy komplexum másik részére, mert hogy már az inkubátoroknak sem jutott elegendő áram. Három baba meg is halt, és olyan körülmények vannak, hogy 8-asával rakják a kicsiket egy ágyra, hogy legalább egymást melegítsék. Na most egyik oldalról nyilván ez nagyon súlyos indulatokat kelthet Izrael ellen, másik oldalról ők meg azt mondják, hogy a Hamas teljesen tudatosan kórházak, civil létesítmények köré, alá, mindenhová köré építi a központjait. És ők ez ellen támadnak, nyilván nem egy kórház ellen. Mind a két állítás igaz, én úgy látom. Tehát igaz az, hogy a Hamas például az adott kórház alatti katakombákban, raktárakban ott berendezkedett, ott onnan alagutak vezetnek mindenhova, használja a civileket, magyarán a civilek mögé bújik. Ez igaz, ez bizonyított, nincs sok vita ezzel kapcsolatban. A másik oldalról, akkor, amikor az 1200-zal szemben most már 11 000 halott van, és ez a halottaknak a 70%-a nő vagy gyerek, nő és gyerek, akkor fölmerül az aránytalan válasznak a lehetősége, nem is lehetősége, hanem ez már aránytalan válasz, és itt a kórház esetében is, hát... Én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy úgy ostromolnak, vagy úgy olyan műveletek vannak a kórház körül, hogy ez a kórházat nem érinti, mint azt az izraeliek állítják. Hát a beszámolók, vagy az orvosok határok nélkül beszámolói alapján is azt látjuk, hogy katasztrofális a helyzet az adott kórházban. Tehát látjuk azt is, hogy például az Egyesült Államok, nem véletlenül mozog Blinken külügyminiszter megint, most már másodszor a térségben, tehát nagyon-nagyon tart attól, hogy a humanitárius katasztrófa ráég az Egyesült Államokra is. Tehát a nyugati államok is nagyon-nagyon óvatosak és félnek attól, hogy Izraelnek a részben érthető, részben túlzott válasza kellemetlen helyzetbe hozza őket is. Annyit tennék hozzá, hogy azért, ha azt vesszük, hogy naponta 500 és 1000 közötti rakétát lőnek ki a Gázára, és ugye már hetek óta bombázzák, persze minden civil áldozat sok, de azért ezt a katonai hadművelethez képest kell nézni ezt az arányosságot, hogy mennyire észszerű, és mennyire arányos, és mennyiben túlzott. Ugye Gázában a 40%-a a lakosságnak gyerek. Most ehhez képest ugye egy része lehet, hogy fegyveres is, hiszen 18 év alatti személyekről, minden gyerekekről beszélünk. Ugyanakkor meg hozzá kell tenni, hogy a kórház az egy minősítetten védett hely, és a védett helynek a megtámadása az háborús bűncselekmény. A másik háborús bűncselekmény, amit a Hamas elkövet, az élő pajzs használata, ez kifejezetten szintén egy háborús bűncselekmény. Természetesen az izraeli hadsereg azzal védekezik, amit már említett is Gábor, hogy a katonai hadműveletek miatt támadja, hiszen ha mondjuk az első emeleten van a sebészet, a másodikon az intenzív, a földszinten meg a Hamas főhadiszállása, és az alagsorban meg a fegyverraktár, akkor nagyon nehéz meghatározni, hogy mi számít arányosnak és észre. Ugye Netanyahu erre azt mondta, hogy biztosítják azt, hogy elvigyék a kórházból a betegeket. Egyrészt, másrészt pedig, hogy az izraeli katonák vittek be még akár most az éjszaka során is üzemanyagot az aggregátorokhoz. Kicsit tágítsuk ki ezt a helyzetet. Ugye azt is mondják az izraeliek, hogy ők azt szeretnék elérni, hogy olyan mértékben kontroll alatt tartsák az övezetet, hogy még egyszer ne történhessen olyan támadás, ami október 7-én, és hogy bármikor, hogyha esetleg a Hamas a megsemmisítése után is újra próbálná szervezni magát, erre ne legyen képes és alkalmas. Eljuthat erre a pontra ez a konfliktus, hogy valóban úgy, ahogy van a gázai övezet
Hamasz mentes lesz, és utána? Mi a realitás? Egy mondat még a civilekhez, tehát én összehasonlítanám az orosz-ukrán háborúval, tehát ott nagyon-nagyon sokat beszélt és hangosan fölsikított a sajtó akkor, amikor egy-egy civil áldozat volt, tehát hogy arányaiban itt sokkal több a civil áldozat, csak ezt akartam hozzátenni, és visszatérve a kérdésre, én szerintem nem lehet a Hamaszt teljes mértékben elpusztítani. Sokkal előbb pusztulnak el a civilek, mint a Hamasz. A Hamasz a több tíz, esetleg már több száz kilométernyi alagutakban el fog tudni menekülni. Tehát a Hamaszt teljes mértékben kiirtani, megszüntetni rendkívül nehéz feladat. Én azt mondom, hogy maximum hosszú-hosszú évek alatt lehet ezt, és érdekes dolog az, hogy most volt az arab és muszlim országoknak a találkozója Szaúd-Arábiában, ahol azért Hamaszt nem említették. Tehát akkor, amikor a palesztin nép képviselőiről beszéltek, akkor a palesztin felszabadítási szervezetet említették meg, és azért az látványos, hogy az arab világ is legalábbis részben a Hamasztól elhatárolódik. Ahogy a helyszíni beszámolókat olvassuk, akkor a maguk a palesztinok sem egyértelműen és egyöntetűen állnak a Hamasz mögött. Hát igen, viszont azért Putyin volt az, aki magasrangú Hamasz tisztviselőket fogadott Oroszországban. Igen, többször is Putyin kiegyensúlyozott politikát igyekszik folytatni. De ezzel legitimálja egy terrorszervezetet. Hát ő úgy gondolja, például legutóbb, amikor találkozott, akkor a túszok szabadon engedése volt, az orosz túszok szabadon engedése volt a fő szempont. Tehát Oroszország ilyen mindenképpen... Ilyen európai vezetők is fogadhatnák a Hamasz vezetőit, de igen, inkább Katarra bízzák a tárgyalást, igen. És nem... Hát Katar is egyébként 5 milliárd dollárral támogatta Hamaszt. Egyébként, akik ugye nem az embereknek a munkanélküliségének a csökkentésére, vagy nem a földművelésre, vagy a jobb körülmények megteremtésére fordították ezt a pénzt, hanem fegyverek vásárlására. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy a megoldás az, hogy a két állam, és az, hogy a Hamasz miután nem, az alapokmányában amin is benne van, hogy Izrael megsemmisítése a célja, tehát csak a Fatah-hal lehet tulajdonképpen békét kötni, vagy egy új szervezette. Izrael már de egyébként... De kellene, hogy a Fatahnak legyen egy társadalmi támogatottsága, ami megelőzi a Hamaszt, ami ugye a legutóbbi választáson nem volt igaz, mondjuk az rég volt. A legutóbbi választás azért 18 évvel ezelőtt volt. Izrael azért a történelem során már 4 alkalommal is megpróbált békét kötni a palesztinokkal. Ugye, ha visszamegyünk még 1937-ben a briteknél a Pi jelentés, vagy ugye az ENSZ 1947-ben, miután 48-ban megalakult Izrael, de akár gondolhatunk az Arafat és Rabin, illetve Arafatnak a későbbi visszalépésére 2000-ben a Camp David-i, illetve a tabai béketárgyalásoknál, sőt még 2008-ban is területekért cserébe békét kínált Izrael. Egyelőre mindig visszautasította az arab fél, a palesztin fél ezt a békét. Amennyiben a palesztinok képesek békésen egymás mellett élni az izraeli állammal, akkor szerintem a két állam az a megoldás lehet. Nyilván itt két különálló területről van szó, tehát valamilyen földhiddal, vagy valahogy össze kellene kötni a két államot, ami elég nehéz feladat, de a hosszú távon én azt gondolom, hogy csak a két állam, két szuverén állam vezethet békéhez. Köszönöm szépen!